Nyírtelek határában a vasúti sínektől nem messze nemrég még egy hajléktalan élt, ő hagyta hátra ezt a szeméthalmot. Ma már elfogadható helyen lakik, de a lomok még pár napig biztosít maradnak, ezt majd az önkormányzat fogja elszállítatni. Nem tűnik nagy mennyiségnek, de körülbelül 100 000 forintba fog kerülni. És nem csak ez az egyetlen szemetes terület a városban. Nyírtelek település szerkezetéből adódóan nagyon nagy kiterjedésű, nagyon kicsi útjaink vannak, amelyek csábítják az embereket arra, hogy a nem megfelelő helyre rakják le a szemetüket. Bár az elmúlt 3 évben nagyon sok pénz, közel 50 millió forintot tudtunk arra fordítani, hogy ezek a szemétlerakó helyek, illetve a szemetelés következménye megszűnjön, de mégis sajnos úgy látszik, hogy ez újra termelődik minden évben. Ezt az 50 millió forintot 3 nagyobb pályázatból nyerte el a város. Volt 2 ifkás pályázat, amikben az egyikben 1000 köbméter, a másikban pedig 1500 köbméter szemetet tudtunk bevinni, illetve még a belügyminisztériumnak volt egy pályázata, amiben ilyen 7 millió forint értékben tudtunk újra szemetet bevinni a település különböző részeiről. Ilyenkor összeszervezzük a munkásainkat, erőforrásainkat, traktorok, gépjárművek, és az összeszedett szemetet természetesen az előírásoknak megfelelően juttatjuk a megfelelő helyre. Az egyik pályázat azt is megkövetelte, hogy vizsgálják meg a szemét összetételét. A közel 300 köbméter kommunális hulladék mellett akkor 700 köbméter építési törmeléket gyűjtöttek össze. Volt olyan pályázatuk is, amely lehetővé tette nem csak a szemét egyszeri összegyűjtését a rakéta körüli területről, ide kamerákat is tudtak telepíteni. Ez arra hivatott, hogy megőrizze a terület tisztaságát, és mint a polgármester elmondta, valóban elrettentő hatása van, azóta nem találtak itt nagyobb mennyiségű illegális hulladékot. A szemét eltávolítására a város saját költségvetéséből is rendszeresen különít el forrást, pedig ezeket az összegeket más életminőségjavító fejlesztésekre is fordíthatnák. Utakat is szeretnénk fejleszteni, ezért egy külterülő utas pályázatot nyertünk, amelynek a közbeszerzése az egyik szegmensének már lezajlott, a másik pedig hamarosan le fog zajlani, és április környékén, március környékén, március végén elindulnak a munkálatok, ez több külterületi területet fog érinteni. Egy 4,5 milliárd forint értékben 6-7 utat fogunk felújítani, nagy részét egy részét útburkolattal fogjuk ellátni, a többi része pedig ilyen zúzott köves útalapot fog kapni, tehát a könnyebb bejutást fogja könnyíteni, remélhetőleg az ott élők számára, nem pedig a szemétlerakók számára. Illetve van egy szolgáltató városháza projektünk, ami még most folyamatban van, amelyben szeretnénk a régi Petőfi utcai iskolából egy városházát létrehozni. Erre egy közel 750 millió forintos forrás nyert a város, amelynek már folyamatban vannak az előkészítő munkálatai.